Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Amikor bejelentették a GR Yaris-t, tök sokan húzták a szájukat, hogy az csak háromhengeres, downsizingolt, elsporolták, mi egyéb. Pedig, ha valamit nem tettek ennek a motornak a tervezése közben, az a spórolás. És most megmutatom miért. Az első és legfontosabb, amit le kell szögeznünk, az az, hogy ennek a motornak itt nincs köze a polgári Yaris háromhengereséhez. Ez egy teljesen egyedi motorsportos architektúra, úgy hívják, hogy G16e GTS, és ez a Toyota valaha gyártott legnagyobb fajlagos teljesítményű motorja, mert hogy 1,6 literből tud 261-2 lóerőt, és ez azt jelenti, hogy literenként több mint 160 lóerős. És tök érdekes, hogy amitől átvette ezt a címet, Toyota körökön belül legalábbis, az egy minivan, a Toyota Caldina összkerékhajtású turbós változata volt ezelőtt a legerősebb fajlagos literteljesítményű Toyota. Amúgy meg mielőtt megjelent a Yaris, nagyon erős háromhengerest a BMW i8-ban tudtunk vásárolni, és mivel a Koenigsegg Gemera még mindig nem került sorozatgyártásba, már amennyire sorozatgyártásnak hívhatjuk egy Koenigsegg esetében, valószínűleg ez marad a világ legerősebb, nagy szériában gyártott, bárki által megvehető háromhengeres motorja. Ez egy teljes egészében könnyű fél motorblokk, ahogy az látszik, open deck, tehát felülről nyitott vízteres, és nagyon masszív hengerfalak vannak benne. Ez nem nikaszilos, tehát nem egy ilyen keményített hengerfalas blokk, hanem bizony acélhüvelyes, nem cserélhető, tulajdonképpen köré jöntik a blokkot a hüvelyeknek, ezért, hogyha baj van, akkor nem lehet fúrni, nem lehet őket kijutni, cserélni, hanem egész egyszerűen venni kell egy új hengertömböt. Ha az ember oldalról nézi ezt a motort, akkor rájön, hogy valami egész egyszerűen nem stimmel. Ha megnézitek a hengersornak a középvonalát, a dugattyú középvonalát, és ezt a vonalat itt meghosszabbítjátok lefelé, akkor látszik, hogy a főtengelyt eltolták néhány milliméterrel. Ez azért van, mert amikor megtörténik a detonáció a munkaütemnél, akkor sokkal hatékonyabban ki tudják használni a lefelé mozguló dugattyúnak az erejét, valamint mivel a dugattyú nem indul el oldalra természetszerűleg, illetve lényegesen kisebb mértékben, ezért jobban kimélik a hengerfejtömítést, és kisebb a súrlódás is a dugattyúnál. Ugye három henger, hengerenként négy szelep, két vezérműtengely, mert TOHC, tehát 12 szelepes a motor, viszonylag nagy kipufogó szelepek vannak, ezt ugye a 87,5 mm-es hengerfurat megengedi, és a kipufogó szelepek természetesen nitrogénnel töltöttek, mint minden sportos motornál, de hát ez nagyjából 30 éve. Így van. Az utóbbi években a modern hengerfejekben a szívó és kipufogó szelepek egyre kisebb zöget zárnak be egymással, viszont a Toyota az ilyen nagy teljesítményű sportmotorjaiban pont, hogy elkezdte őket kinyitni, ezt áramlástani okokkal igazolják. Itt ugye az a lényeg, hogy amikor beérkezik a benzinlevegő keverék a szívóütemben a dugattyúhoz, akkor az egy minél finomabban eloszlatott pára tömböt alkosson, mert ezzel tudnak gyors, tiszta és hatékony égést létrehozni. Itt ezt még azzal is megfejlik, hogy a szívócsatorna végén közvetlenül a szeleptányér fölött van egy kis sarkantyú, ami a beérkező benzinlevegő keveréket így megbukfencezteti, megpörgeti, emiatt az égés gyorsabb tud lenni. Ez az egyik oka annak, hogy ez a motor ennyire pörgős, ennyire könnyen pörög fel. Ez a motor szívócső és közvetlen befecskendezéses. Itt látszik ugye a közvetlen, a szívócső befecskendezés nem látszik, mert nincs most éppen rajta. A szívósor kis terhelésen, ezt fordulatszámban és pillangószerepállásban is vizsgálja a motor, ott a szívócső befecskendezést használja, ha pedig felpörgeted és tolod neki, akkor pedig a közvetlen befecskendezést. A motor talán legérdekesebb része a turbófeltöltő, viszont az egyfelől nincs itt, másfelől tényleg annyira érdekes, hogy inkább csinálunk neki egy külön adást, amikor majd Kocsis Dezső hozzányúl, úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek. Most inkább nézzük meg azokat a tuning motyókat, amik itt most belekerülnek. Ugye lehetett olyanokat olvasni az interneten, meg hallani erről az autóról, hogyha keményen hajtod, akkor a szelepek hajlamosak belebegni, aztán akkor az ott mindenféle green boost okozhat, viszont ha jól tudom, ennek az autónak a teljesítmény növelésének a következő lépése az, hogy átalakítjátok a vezérlést. Mi történik?
Igen, hát a szeleprugókról ugye sok hibát lehetett olvasni, úgyhogy az volt az elsődleges dolog, hogy ha egy picit is teljesítményt akartunk volna növelni, akkor legalább a szeleprugókat mindenképpen ki kellett volna cserélni. Bocsánat, ez magasabb fordulaton. Tehát, hogyha sokáig fordulaton kalapálod vele a limitert, akkor... Hát igen, magasabb fordulat, meg magasabb turbonyomás. Uh-huh. És a legutolsó programozásnál is már látszódott, hogy a legfelsőbb fordulaton nem tetszett már a görbének a formája, és már igazából nem tudtunk volna följebb menni teljesítménybe, akármit csináltunk volna. Úgyhogy mindenképpen azt szerettem volna megoldani, hogy a szeleprugók ki legyenek cserélve, mert én azt gondolom, hogy ott még a felső tartományban lehetett volna nyerni, meg még azt lehetett látni programozás közben, hogy kipufogó gáz, víznyomás, back pressure is jelentős lehetett, tehát ezáltal a kipufogó gáz útját is úgy gondoltam, hogy ki kell nyitni. És ha már ugye szeleprugót cserélünk, akkor azt a helyén is ki lehet cserélni, csak kicsit necces, meg nehézkes, meg aztán megemlítettem Olivérnek, hogy hát a tengelyek is tudnának még egy picit hozni a konyhára, lehet, hogy nem egy gyári turbónál, hanem akár egy picit nagyobb turbónál már tudna hozni, és hát, hogyha már úgy van, hogy kicseréljük a tengelyeket, meg kicseréljük a szeleprugókat, biztonságosabb is úgy, hogy hengerfejlevétellel, akkor már kapjon egy rendes hengerfejtömítés, meg egy rendes hengerfejcsavart. És akkor, ha ki van cserélve a hengerfejtömítés, meg a hengerfejcsavar is, akkor igazából már meg lehet adni ugyanazt a teljesítményt, mint az általunk másik épített GR Yaris-nak adtunk, ami most legutoljára már 445 VHP volt. És gyári motorbelsőséggel. Gyári motorbelsőséggel, igazából ugyanezekkel a cuccokkal. Úgyhogy aztán Oliver is azt gondolta, hogy akkor miért ne? Uh-huh. Vágjunk bele. Hány lóerő a cél ezekkel az átalakításokkal? Hát itt most minden attól függ, hogy mit fog tudni az üzemanyagrendszer, és mit fog tudni a turbó. Uh-huh. Az üzemanyagrendszer, félek az a baj, hogy ilyen 350 lóerő környékén kevés lesz. Tehát én azt gondolom, hogy most ezeknek a cuccoknak itt nem lesz meg a vége, hanem meglátjuk, hogy mi az üzemanyagrendszer vége. És onnantól az a baj, hogy ha lépni szeretnénk, akkor az megint egy következő lépés. Tehát én azt gondolom, hogy most össze fogjuk rakni az autót, elvisszük, felprogramozzuk egészen addig, ameddig biztonságosan lehet neki üzemanyagot adni. Ugye felmerült ez a probléma, gondolom, csak hogy a kevésbé hozzáértőknek, hogy elszegényedik a keverék. Hát igen. A megnövekedett légmennyiséghez nem tud elég üzemanyagot utána menni, és akkor dugattyú átégés, meg igen, ezek nagyon csúnya problémát tudnak okozni, tehát nagyon-nagyon vigyázni kell. Igazából az injektor kitöltési tényezőjét figyelni kell, és amikor elkezd nagyon magas százalékot elérni, akkor ott megállni. Mutogass meg kérlek, hogy mit látunk itt. Hát ugye, az még nekem laikusnak is megvan, hogy ezek a bütykök lényegesen nagyobbak a szívótengelyen. Felteszem a kipufogó tengelyen is, csak nem volt lelki erőnk is hangolni. Hát az lenne ott a nagyobb különbség. Hát fejből most nem tudom a gyári specifikáciát a tengelyeknek, de ez egy 266-os tengely, 11,5 feles nyitással, tehát ez egy eléggé combos, bár a gyári sem tűnik túl szelidnek, tehát ez sem az a kimondottan boltban járós kategória. Hát és a kipufogó tengely meg 274/11,5, hát ez már egy elég komoly, tehát ez a 0,1-es nyitásnál ez egy nagy tengelynek számít, hát és a másik általunk épített autóban is ezek a tengelyek vannak, és az látszódott is, hogy nagyjából azért nem forgattuk tovább, és azért nem lett még erősebb, mert én már egy kicsit kezdtem félni a 7700-os fordulatnál, hogy még forgassuk, pedig hát még úgy még bírta volna a ránézésre. Van ez a remek, Athéna, a hengerfejtömítés, ez anyagában, kiképzésében eltér a gyáritól? Hát ez eléggé más, bár igazából ott a tömítés, hogy össze is tudjuk nézni. Ezt egy ilyen Vulcan Cut nevezetű változata. Egyszerűen azért ezt használjuk, mert az előzőben is ezt használtuk, és jól működött. Az ausztrál cég azt ajánlotta, hogy nekik ez már bevált, és hát ugye ők építik ezeket a világrekord döntögető Yarisokat, mindenféle 9 másodperces 400 méteres időkkel. Jó ég! Igen, és hát még hol lesz nekik a végük. Úgyhogy mi elhittük nekik. Ránézésre, ha úgy valaki megnézni, nem néz ki belőle sokat, mert majdnem úgy néz ki, kivéve ezt a középső részt, mint hogyha egy Unix-ból vettünk volna egy airing tömítést, de hát kibírta, úgyhogy általában én úgy szoktam lenni, hogyha valami bevált, akkor nem kezdünk el csereberélni. És most azért már túl vagy pár autón.
karriered során mit gondolsz a Gear Yaris-ról? Tehát amikor megjött ez, hogy három hengeres, meg hogy egy hatós, akkor így mit gondoltál róla? Hát hogy... én azt gondoltam, hogy amikor kijött a Gear Yaris, úristen, kell nekem egy ilyen, akkor még valami 10 millió lehetett volna venni, hogy hát ez kell, de hát amikor három henger, nem bírtam magamat rávenni, nagyon sajnálom már azóta. Hát így, hogy már testközelből tapasztaltam sok mindent vele, most már teljesen más a véleményem. Nagyon tetszik a motor karakterisztikája. A hangja az nem tudott meggyőzni. De... Vartyog. Igen, egy kicsit warburgos, de úgy egyébként az autó maga az jó pofa lenne. Nekem így tetszik, ahogy ez meg van csinálva, ugye az ülésekkel, a gyári ülésekkel, nekem egy kicsit boltbajárós feelingem van. De ezekkel az ülésekkel már, meg ezzel a kinézettel már tényleg olyan, hogy amit lehet szeretni. Igen. Amúgy még annyit hozzátennék, Csendő, hogy miközben ezt a videót forgatjuk, pár nappal korábban megjelent a faceliftet verzió, aha, és ott a gyártó sok egyéb apróságon túl a leggyökeresebb változás a motorban, az pont a szeleprugók és a szelepvezérlés átalakítása volt, tehát igen, valószínűleg a gyár is megkapta ezeket a visszajelzéseket, igen, hogy ezzel probléma van, és ugyanebben az irányba indultak el. Hát igen, meg nekik se jó egyébként, hogyha garanciában motort kell cserélgetni, mondjuk egy ilyen szeleprugótörés okozta szelep összeére dugattyúval, és akkor esetleg leszakad a feje, és így van, csúnya dolgok történnek. Ha érdekelnek további Gear Yaris-os tartalmak, akkor mindenképpen menjetek át a nagy csatornára, mert ott még egy csomó minden van, veretés is, meg építés is. De a legfontosabb, hogy érdekel minket a véleményetek. Sokan mondják azt, hogy ez az autó egyszerűen túl hype-olt, és sosem lesz olyan legenda, mint mondjuk egy Subaru Impreza, vagy mint mondjuk egy Lancer Evo. Viszont én ezzel nem feltétlen értek egyet, szerintem ez az autó, tekintve, hogy senki más nem gyárt ilyet, már most egy klasszikus, pedig még gyártják, de kifejezetten érdekel a ti véleményetek, úgyhogy írjátok meg, ezen felül iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk a Yaris turbójával.